továbbra sem árulja el az MSZP, hogy a párt pontosan milyen számlákról és kiknek utalja a képviselői fizetésemelésekből származó jövedelem többletet. A szocialisták tavaly júliusban vállalták, hogy a megemelt bérükből származó pluszpénzt egy szolidaritási alapban gyűjtik. Állításuk szerint az akció kezdete óta 33 millió forintot költöttek jótékonykodásra. A parlament honlapján szereplő adatok alapján viszont a képviselőknek erre a célra több mint 85 millió forintot kellett volna utalniuk. Nem sokkal az új országgyűlés megalakulása után tavaly júliusban szavazott a parlament arról, hogy emeljék meg a képviselők fizetését. A döntésre akkor a szocialisták közül többen is igennel voksoltak. Míg más pártok képviselői jelezték, hogy jótékony célra fordítják majd a jövedelem többletet, az MSZP-sek egy ideig hallgattak arról, hogy mit kezdenek a pluszpénzzel. Végül ők is bejelentették, hogy egy úgynevezett szolidaritási alapot hoznak létre, politikusaik pedig ide utalják majd a jótékonyságra szánt összeget. Csak hogy a szocialistáktól azóta alig érkezett hír arról, hogy a párt kiknek és milyen célra adományozott. Az MSZP-től ezért december elején levélben kérdeztük meg, hogy képviselőik betartották-e ígéretüket, és a bérnövekedésből származó jövedelem többletet valóban jótékony célra fordították-e. A párttól azt a választ kaptuk, hogy eddig 33 millió forintot költöttek karitatív akciókra, ám arra, hogy a pénz pontosan milyen úton jutott el a rászorulókhoz, nem kaptunk választ. Hiába küldtük el a pártnak az erre vonatkozó kérdéseinket háromszor is. Itt, amit láthatunk mögöttünk, Ági fog még majd róla beszélni, a karitatív akciónak a része, amelyet elkezdtünk az elmúlt időszakban. Közben az MSZP elnöke szombaton éppen saját jótékonykodásukkal büszkekedett az újságíróknak. Kunhalmi Ágnes pedig arról beszélt, hogy ők nem csak karácsonykor, hanem egész évben segítik a rászorulókat. Ezt minden évben is, majdhogy nem az év minden periódusában csináljuk, és nem mondta elnök úr, de azért itt van egy szolidaritási alap, hiszen amikor megemelték az országgyűlési képviselőknek a bérét, akkor az MSZP-s képviselők úgy döntöttek, hogy ezt egy alapba belerakják, és ilyenkor a legrászorultabbaknak bizony viszünk kis élelmiszercsomagot. Mivel a szocialisták a pénzek pontos útját firtató három levelünk közül egyikre sem válaszoltak, stábunk a sajtótájékoztatón is szerette volna megtudni az MSZP politikusaitól, hogy hová és mennyi pénzt utaltak. Tóth Bertalan pártelnök azonban ezúttal is csak annyit árult el, hogy egy szolidaritási alapnak nevezett pártszámlán kezelik a pénzt, és eddig 33 millió forintot fordítottak jótékonykodásra. Ez tulajdonképpen az MSZP egyik külön számlája, ami direkt erre a célra nyitottunk meg, és az MSZP országgyűlési képviselői havonta több százezer forintot, tehát a fizetésemelésnek megfelelő összeget fizetik be ebbe a szolidaritási alapba, amelyből eddig 33 millió forint került felhasználásra. Csak hogy a parlament honlapján elérhető adatok szerint a képviselőknek az elmúlt másfél évben kétszer emelkedett a fizetésük. A frakcióvezetőknek 683 ezer, a frakcióvezető helyetteseknek 685 ezer, az országgyűlési képviselőknek pedig 241 ezer forinttal. Ez alapján a szocialisták vállalása óta eltelt 16 teljes hónapban az MSZP frakció 15 képviselőjének összesen több mint 86 millió forintot kellett volna utalnia a párt szolidaritási alapjába. Ez azt jelenti, hogy ha az MSZP-s képviselők többletjövedelmüket valóban ide utalták, akkor 53 millió forinttal több pénzt fordíthattak volna a jótékonykodásra, mint az általuk hangoztatott 33 millió forint.